A színész írók, író színészek sorozatunk mai vendége Halász Jutka színművésznő. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon boldog vagyok, hogy megjelent ez a könyved a Nem születtem varázslónak címmel most a téli könyvvásár alkalmából, és rettenetesen nagy élvezettel olvastam. Jaj, de aranyos vagy. A Parkkiadó és a Libri közös kiadásában már eleve kézbe fogni is nagyon jó, mert nagyon kellemes tapintású maga a kötet, nagyon jó a szerkezete, nagyon jó a betűtípusa, és egy újságírónő segítségével, Orosz Ildikó segítségével a te életedet ismerjük meg belőle. Találtam csomó közös pontot, képzeld el, úgyhogy szerintem, hogyha nem is ezeket a történeteket idézzük fel, amik itt vannak, de azért mégiscsak vegyük végig azt, ami eddig a te életedben fontos volt, amik fontos súlypontok voltak, és talán a nézők nem mindenre emlékeznek, vagy nem mindent tudnak, mert van, aki szeret téged, mint a gyermekeinek daloló és kedves és legkedvesebb énekesét, van, aki látott a nyárban, a trükkben, a legújabb önálló estetben, az asszony a frontonban, tehát van, aki színművésznéként ismer, van, aki mind a kettőben, természetesen a Vígszínházban, ahol már 50 éve játszol. Kezdjük akkor a legelején, a család. Mindenkinek az egyik legfontosabb indítatása az, hogy milyen családból származik. Te is egy egyke kislány voltál, de egy szereplős kislány. Meséljünk erről egy kicsit. Hát első, én voltam az első gyerek a családban, az első unoka. És hát ez meghatározó volt, mert most már sok-sok év múltával, amikor én is nagymama lettem, tudom, hogy az első unoka az mindig valamit külön, mint a többi pont ugyanolyan aranyos, és szeret, és ugyanúgy szeretjük őket, de az első az valamitől mindig meghatározó, mert az embernek az összes emléke, az első emlék. Az első emlék az mindig fontos, nem? Az első szerelem, az első akármi, az mindig nagyon fontos. És miután én voltam az első unokát, az összes nagymamának én voltam az unoka. Aztán a többiek azok még úgy jöttek, arról nem is beszélve, hogy a többiek mint fiúk voltak. Volt egy kislány, de az jóval később, az 12 évvel fiatalabb, mint én. Tehát én voltam az első az unokák közül. Egy, és mind a két nagymama nagyon szeretett engem, és mind a kettőt én meg külön szerettem, mind a két nagymamánál más miatt szerettem lenni. Aztán apám még négyen voltak testvérek, anyám még hárman voltak testvérek, tehát nagybácsiból, nagynéniből sem volt kevés. Anyámnak két fiú testvére volt, apámnak két lány és egy fiú testvére volt, és még azt hozzá kell, hogy tegyem, jöttek a háborúk. Ugye volt az első háború, amit én természetesen nem éltem meg. Na, a nagypapámék, mind a két nagypapám az első háborúban részt vett. Erről mulatságos történeteim is vannak, meg kevésbé mulatságosak is. A mulatságos talán azt mondanám el, hogy ne szomorítsam a nézőket, az az volt, hogy mi a férjemmel már megszületett a fiunk. A 70-es évek elején elmentünk. Tamás. Igen, elmentünk akkor jugoszláv tengerpartra, ami az albán határ közelében volt, Montenegróba nyaralni. Voltam nagyon szép. Ugye, az a legszebb része annak a tengerpartnak, én azt gondolom. És mondtuk apámnak, hogy hát erre fogunk még kirándulni, majdnem lemegyünk az albán határig, azt tervezzük, hogy meglátogatjuk Bár nevű falu, vagy kisváros, vagy nem tudom mi a csodát, inkább falucskát. És erre apám azt mondta, hogy Bár? Mondtam, igen. Azt mondja, hát ott üdvözlöm a rokonokat. Mondom, milyen rokonokat? Soha életemben nem hallottam, hogy nekünk máshol rokonunk lenne. És azt mondta apám, hogy hát a nagyapád az több mint egy évet állomásozott az első világháborúban Bárban. Az nem létezik, hogy ott nem maradt egy akkor sem, mondta apám, akinek egyébként is jó humora volt. Úgyhogy ennyit az első világháborúról, meg a két nagyapámról. A másik nagyapám az fejlővéssel jött haza az első világháborúból, és attól kezdve sántított, és ez nekem olyan érthetetlen volt, hogy a fejét lőtték meg, akkor miért sántít szegény, de így volt. Később persze megértettem, de kislánykoromban ez furcsa volt. Egy nagyon szeretetteljes légkörben nőttél fel, és ez még ebből a könyvből is érződik, amikor beszélsz
a családodról, és beszélsz azokról, akik körülvettek téged, és akik elindítottak azon a pályán, és azon, hogy te egy szereplős kislány vagy, és hogy akár általános iskolában, akár gimnáziumban, mindenhol, hogy téged úgy óvtak, úgy figyeltek rád, veled úgy foglalkoztak. Te körülötted soha nem volt semmi hisztéria, nem volt semmi pletyka, tehát hála jó Istennek, én úgy gondolom, hogy a te életed ez egy ilyen nyitott könyv, és mindenki a szépet, a jót fedezi fel benned. Hát nézd, nyilván minden életnek vannak buktatói, minden életben vannak buktatók, vannak nehezebb periódusok, meg könnyebb periódusok, de az ember a nehézségeket azt megpróbálja maga megoldani, és megpróbálja feldolgozni, és nem akarja szerte szórni a világban, mert az nem tartozik másra, úgy gondolom. A boldogság, az igazi boldogság, a boldogság, a mély boldogság, az se tartozik mindenkire. Tehát lehet róla beszélni, hogyha nagyon muszáj, nem titok, egyik sem titok, de mégis az embernek meg kell őriznie egy olyan apró részt az életéből, ami csak az övé, vagy csak azoké, akikkel mindent megoszt valóban, mert különben hát, hogy mondjam, próbáltuk a Vörös Posta kocsit a Víg Színházban 69-ben, vagy 68-ban, 69-ben, és valaki mesélte, hogy a század előn az volt az érdekes, amikor esett az eső, akkor a férfiak mindig kimentek az utcára, mert a nők felhúzták a ruhájukat, hogy, mert esett az eső, és hogy ne lépjenek a vízbe, és hogy ne spriccelje fel a lábukat a víz, és akkor látni lehetett a bokájukat. És hogy az milyen izgalmas és érdekes volt. Tehát az izgalomnak és az érdekességnek meg kell, a titkot meg kell tartani, a titkokat nem kell közhírré tenni, mert akkor érdektelenné válik maga az ember és meg a világ is. De nem volt színművész a családban, és te mégis pici lánykorodtól kezdve állandóan szerepeltél. Hát igen, de ezt annak köszönhetem, hogy hát ugye én háború után kerültem iskolába, már két évvel a, sőt, hát több mint két évvel a háború befejezése után, de akkor valahogy azt éreztem, hogy ott figyelnek ránk. Hogy figyeltek minket, a tanárok, a tanítók, az iskolában figyeltek minket, és tudták rólunk, hogy milyenek vagyunk. És az első év végén én egy verset kaptam. Mindenki, az volt akkor a szokás, vagy abban az iskolában az volt a szokás, hogy behívták a szülőket az első év végén, hogy nézzék a gyerekeket, hogy mit tanultak az első évben. És mindenkire kiosztottak valamit, ki miből volt a legjobb, van, aki fantasztikus számtan feladatokat oldott meg, akkor még úgy hívtuk, hogy számtan, és nem matematika, számtan feladatokat oldott meg, volt, aki a környezetről beszélt, volt, aki én verset kaptam, de nem csak én, hanem még egy osztálytársnőm, akit úgy hívnak, hogy Almási Éva. És hát ez fantasztikus volt, hogy van egy tanítónő, aki felfedezi, akkor sokan voltunk egy osztályban, nem 27-en, hanem majdnem 40-en. Felfedezi azokban a gyerekekben, abban a 40 gyerekben azt a kettőt, akire ki kell osztani a verset. És én azt gondolom, hogyha ez akkor nem így történik, talán az Éva se és én se lettünk volna színészek. De azon a bizonyos évvégi szülői bemutatkozáson olyan sikerünk volt, hogy mi lettünk, aztán később az osztály, később az iskola versmondói. És aztán én átkerültem egy másik iskolába, mert elköltöztünk, és nekem tényleg az volt a legnagyobb gondom, hogy hogy fogják itt tudni, hogy én itt vagyok, én vagyok a versmondó. Tehát Zuglóból átjöttetek ide Budára. Budára, igen. Igen. És tudták, mert olyan tanítónők voltak, tehát olyan szerencsések voltunk, hogy olyan tanáraink és olyan tanítónőink voltak, akik figyeltek ránk. Volt egy közös tanárnőnk is, képzeld el, ezt ebből a könyvből tudtam meg, hogy Szilágyi Péterné Éva néni. Nem volt. Akihez én az Apácaiban jártam, te ugye a Szilágyi gimnáziumban, ugye ezek szerint ő onnan jött át ide a mi gimnáziumunkba, és Török Marival együtt, aki most rádióbemondó barátnőm, külön foglalkozott velünk, és tartott előadó művész szakkört, akkor ezt még így hívták, és ha jól emlékszem, akkor valahol a Logódi utca környéken lakott, és még a lakására is fölmentünk, és foglalkozott
velünk. Fantasztikus. Ugye itt írsz a tragédiájáról, tehát mindent nem mesélünk el, ami benne van a könyvben, arra például nem is emlékeztem, csak a fiára, de az elhunyt lányára nem, de az biztos, hogy ilyen tanárok nagyon meghatározóak az ember életében. Hát nekünk az volt, mert noha effektíven nem készített fel ő minket arra a főiskolai felvételi vizsgára, de minden századik magyar órát megünnepeltünk éveken keresztül. Ez azt jelentette, hogy akkor mi verssel vagy jelenetekkel készültünk, és ezt ránk bízta, az osztályra bízta, hogy ki, melyik osztály, milyen csapata, milyen közössége, mit fog kiválasztani, és mit fog előadni. És nálunk is volt az osztályban, voltunk hárman, négyen, öten, akik szerettük az irodalomnak az előadói részét is. Tehát verset mondani szerettünk volna játszani, jeleneteket bizonyos darabokból kerestünk, kiválasztottunk, állandóan jártunk koncertekre, állandóan jártunk színházba, és nagyon sok mindent ismertünk. És az Éva néninek előadtunk egyszer egy jelenetet az egyik századik magyar órán a Bánkbánból. Méghozzá nagyon nehéz volt úgy kiválasztani, hogy három női szereplő legyen egy jelenetben, de volt olyan, az Izidóra, a Melinda, és nézd, hülye vagyok, hogy hívják a királynőt, a Gertrudis. Tehát a Gertrudis, ez a három nőnek van egy közös jelenete. És ezt adtuk elő a magyar órán, és ez olyan jól sikerült, hogy az Éva néni azt mondta, hogy hát ha mentek felvételizni, mert hárman is akar, mind a hárman akartunk felvételizni a főiskolán, akkor vigyétek ezt. Azon kívül volt egy francia nyelvű klubestünk, amire viszont egy francia nyelvű jelenettel készültünk, Beaumarchais Figaro házasságából. És azt megtanultuk franciául, én voltam Kerubin, volt egy Zsuzsi, és volt egy grófnő. Ezek, mi voltunk hárman szintén, a franciás osztály voltunk. És megcsináltuk, és olyan sikerünk volt ebben, hogy megtanultuk magyarul, és azt mondtuk, hogy akkor ezt a két jelentet, és megpróbálunk egy levelet írni a főiskolára, ahol egyenként hívják be a felvételizőket, hogy minket hívjanak be együtt, hogy ezeket a jelenteket előadhassuk. És ha már úgyis mind a hárman felvételizünk, akkor tegyék meg. És megtették, és így lett az, hogy aztán a Figaro házasságának a jelenetét, amikor éppen csináltuk, a Várkonyi leállította, és azt mondta, hogy folytassák franciául. És akkor már régen volt, hogy a francia, hogy francia szem az harmadikban volt, és ez meg már negyedik év végén, azóta nem gyakoroltuk ezt franciául, de át kellett térnünk a franciára, és még valamelyest emlékeztünk rá szerencsére. És az Éva néni, aki akkor már tanfelügyelő volt, és már nem tanított nálunk, hanem csak a tanfelügyelettel foglalkozott, és aki olyan kíváncsi volt, és úgy izgult értünk, és annyira gondolta, hogy sikerülnie kell a felvételinknek, bekéreckedett, és azt mondta, hogy ő tanfelügyelő, és szeretné megnézni a vizsgákat. Noha nem főiskolai vizsgára hívták tanfelügyelőnek, mégiscsak bekéreckedett, és beült. És a Várkonyi megkérdezte, hogy ki tanította ezt be maguknak. Hű, az Éva néni, azt hittem, hogy első, de nem ő tanítottam, és mondtuk, hogy senki, ezt mi egy klubestet csináltuk. És aztán az Éva néni többet nem mert bejönni, és el is távozott a TET színhelyéről. Egy legendásan híres osztály voltatok, és gyönyörű lányok, igen, akik ugye most is játszanak, és ismertek, és Tordai Teritől Szegedi Erikán át, Polonyi Gyöngyig, jó néhányan, meg hát maguk a fiúk is, és óriási lehetőségeket kaptatok, tehát már fiatalon lehetett filmezni, már másodévben kiengedtek benneteket, ugye akkoriban még sok film volt, sok tévéjáték volt, és aztán utána megjött a Víg Színház, ami szerintem az egyik legjobb színház, még ma is én nagyon szeretem, mert én gyerekkorom óta oda járok, és azt hiszem, hogy ahogy a közönség hű hozzá, ugyanolyan hűek vagytok ti magatok is, hiszen az, hogy 50 éve ugyanazon az egy helyen játszani, és én ugyanott látom mindig a Lukács Sanyit, és ugyanott láttam a Hegedűs D. Gézát, és a Vencel Verát, és a Kutvölgyi Erzsikét, tehát nem nagyon szokás innen elmenni, mert ennek a színháznak egy milliója van. De erről térjünk egy kicsit vissza magára a főiskolára, és Várkonyira. Hát
az én osztályfőnökömet úgy hívták, hogy Pártos Géza. Igen. És mondhatom, hogy amikor mi a főiskolára jártunk, akkor az előttünk levő generációk legjobb nő, színésznői az ő kezéből kerültek ki. És mi nagyon szerettük őt, és nagyon-nagyon szívesen jártunk hozzájuk. Ő elsősorban nem a mesterségbeli tudással foglalkozott, hanem inkább a lelkünkkel. Azzal, fontos. Hogy kell viselkedni egy színházban, hogy mit jelentenek a szituációkban azok a jellemek, amiket egy szituáción belül kell megformálni esetenként, és hát rengeteget foglalkozott. Ő egy igazi, hát hogy mondjam, szóval ő nagyon szerette Freudot, akit mi nem ismerhettünk, mert egyrészt tanultunk ugyan egy évig pszichológiát a gimnáziumban, de hát a Freud az, hogy úgy mondjam, egy tiltott gyümölcs volt a könyvkiadásban is, és nem nagyon tudtunk róla sokat. De a Pártos Gézától nagyon sok mindent megtanultunk, hogy az ember a tudatalattiban mi minden rejtőzik egy emberben. És aztán elkezdtünk utána olvasgatni, elkezdtünk utána járni, és ez nekünk nagyon-nagyon nagy hasznunkra vált, hogy egy szerep megformálásában hogy kell úgy utána menni annak a szerepnek, hogy meg lehessen érteni azt a figurát is, akit a közönség majd nem szeret, akit a közönség majd elítél, mert a cselekedetei alapján esetleg egy gyilkos. De nekem tudnom kell, hogy az miért cselekszik úgy, ahogy cselekedett én, nekem, aki játszom. És ennek csak akkor tud az ember utána járni, hogyha megpróbálja a teljes személyiségét magában megformálni. Iszit Gáti József tanár úrról is könyvetben, és a színművészeti évekről, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, ez a rész is ugyanolyan izgalmas, mint az összes többi. És aztán utána következett, mint mondtuk, ugye Várkonyi és a Víg Színház. Ez hogy indult el? Te mennyire szeretted, mennyire ismerted? Mert ugye anyukáddal együtt írtad, hogy sokat jártál moziba, színházba. Igen. Tehát ugye neked ez a világ mindenképpen már régebben is ismerős volt, de hát természetesen, amikor végeztél, akkor biztos volt benned egy kép, hogy mit szeretnék, hova szeretnék menni, kikkel szeretnék együtt dolgozni. Ez nem volt ilyen egyszerű, mert amikor mi végeztünk, akkor két év kötelező vidéki szerződést kell kötnünk. És viszont, amikor két évet lejátszolsz, amikor eltelt a két év, addigra jöttek az új főiskolások, akiket főiskolásként már foglalkoztattak a színházak, a fiatal színész és színésznői szerepekben, és azok, akik lekerültek vidékre, azok valahogy elkerültek szem elől. Változtak is, volt, aki rosszabb lett, volt, aki jobb lett, volt, aki érdekesebb lett, volt, aki kevésbé, de sokat nem tudtak annyit róluk, amennyit kellett volna, amennyit főiskolás korukban kellett. És a Várkonyi verte az asztalt, hogy az én színházamban 40 év az átlag életkor, és az is csak azért, mert a Nádasi Mirtil, aki balettintézetet végzett, igen, és rá nem vonatkozott ez a rendelet, az hozzánk szerződött 20 éves korában, és azért lett ilyen jó, mert különben sokkal magasabb lenne az átlag életkor. És amikor mi végeztük az első évet vidéken, akkor feloldották ezt a rendeletet, és a második évre már leszerződhettünk budapesti színházakhoz. Nem érezted jól magadat az én szülővárosomban, ezt nagyon fájlaltam, amikor olvastam a könyvet. De én szerettem Pécset, és szerettem a pécsieket, és szerettem a színházat, csak nekem minden más, a barátaim, az érdeklődésem is. Szerelmed akkor már Rózsa János filmrendező, akivel együtt élsz. Hány évtizede most már? Hát 65-50. Ez is 50 éve. Igen. Az 50-es, ez egy nagyon meghatározó a te életedben. Úgyhogy nem volt, nekem nem Pécssel semmi bajom nem volt, az pécsi színházzal sem, meg a szerepeimmel sem, de azért abban az időben, amit most látom csodálkozva, illetve hát a világ forgandó, de most hallottam fiatal színészeket,
akik megpróbálnak úgy csinálni színházat, akik megkapnák a budapesti színházi szerződést is, tehát nem kényszerből vállalnak olyasmit, hogy szeretnének vidékre, kis falvakba menni és eljátszani bizonyos darabokat és előadásokat, és minket erre akkor kényszerítettek, és az szörnyű volt. Azt, ezek a fiúk még nem tudják, de azért, és ma már talán mások is a viszonyok, de akkor nagyon rossz állapotban voltak a művelődési házak. Eljöttek olyan időszakok, amikor mezőgazdasági munkák főszakaszai voltak, és az emberek színházba. Nem színházba mentek, hanem a földekre. Persze. És hát történt velünk is ilyesmi, hogy alig ültek, vagy volt, hogy tényleg volt egy olyan eset, hogy, írott, hogy egy ember ült, egy pipás bácsi, egy öreg bácsi ült. De tél volt és hideg. A darabot viszont. Hát előadtuk, mert tél volt és hideg, igen, a három nővér. Egy bácsinak eljátszott. Mert hogyha nem játsszuk el, akkor vissza kell menni. És tél volt, hideg volt, az öltöző olyan volt, hogy kinyitották az ablakot, úgy tudtak csak átdíszíteni, hogy kinyitották az ajtót a -10 fokra, és a színpadra, ami hát egy ilyen icipici művelődési házi színpad volt, speciális díszlettel, amit oda arra az esetre készítettek, hogyha tájelőadásra megyünk, és mi meg ott öltöztünk egy függöny mögött a húzatban és a hidegben, és utáltuk az egészet, és egy bácsinak játszottuk el azt, amit eljátszhattunk volna a színházban is, csak egy buszt kellett volna küldeni, és egy busszal behozni a nézőket a színházba, és utána pedig visszavinni. És mennyivel többet kaptak volna egy igazi színházi előadásban, egy igazi színházban, egy szép díszletben, ahol nem kényszerből utaznak a színészek egy szörnyű buszon másfél órát, és utána egy szörnyű öltözőben. És egyébként a havi fizetésükért, ami igen kis pénz volt. Hát most se sokkal több a színészeknek a gázsia, meg kell mondanom, hogy én is csodálkoztam, amikor úgy beszélgettem fiatal színművészekkel, hogy én is úgy érzem, hogy nem megfelelő a tehetségüknek és a rangjuknak és a munkájuknak nem megfelelő az, amit kapnak érte, de hát ez egy másik beszélgetésnek a témája, de kéne rajta mindenképpen változtatni. Tehát azt mondom, hogy 50 év a Víg Színházban, rengeteg szép szerep, hát ezeket most nem is idézzük, ha bár itt a könyvben, hál' Istennek kronológiában végig benne van, és nagyon tetszik a könyv stílusa, mert gördülékeny, mert úgy látom, hogy te mindenről beszélsz, őszintén beszélsz a betegségről, balesetről, egyéb problémáidról is, de közben meg ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen, érthetően, világosan van kifejezve, tehát olvasmányos az egész könyv, tehát itt a szerepekről mindenképpen. Egy kicsit még térjünk vissza a lovaglásra, mert nem biztos, hogy mindenki tudja a te ló szeretetedet, meg az, hogy te milyen eredményeket, milyen rangos eredményeket értél el, és hogy végül fel kellett adnod azt a pályát a színművész pálya miatt. Igen. Hát én nagyon sokat tanultam ott, nekem az meghatározó volt az életemben, az a néhány év, amit a lovardában töltöttem. Az embereknek vannak olyan szép elképzelései arról, hogy lovagolni, jaj, de szép, és tényleg kilovagolni valahova egy erdőbe, vagy valami szép helyre. De lehet kell csutakolni azt a lovat. Hát igen, de talán még az se, hanem hogy is mondjam, szóval ott őrületes fegyelem van, amit nem tudnak az emberek. Ott maga nyergeli az ember, vigyáz a lovára, vigyáz arra, hogy tiszta lábbal vigye ki, és tiszta lábbal hozza be, hogy megitassa, mert az, aki tisztítja, az van, vannak ott lovászok, voltak ott lovászok nálunk. Egy a nagy egyesületben. Nem a Tatterzálban voltam. Nem, én a Budapesti Honvédnél voltam, a Pasaréti úton. Úgyhogy ráadásul egy laktanyának a szöglete volt a lovarda, hová, ami eredeti, előtte egy középiskola volt, egy katonai középiskola, és annak a lovardája volt a Budapesti Honvéd Sportegyesület. Az a Budapesti Honvéd, ahol a Puskás öcsi is rúgta a labdát. Tehát ennek a Budapesti Honvédnak volt a lovas szakosztálya oda kitelepítve. Először a Ludovikára, de arra azt mondták, hogy ott kell buszvégállomásnak, és ez hihetetlen disznos
biztonság volt, mert azok a fedett lovardák, amiknek hát Budapest nem áll, nincs sok belőle, nagyon kevés, most mondhatni, hogy ezek műemlék értékűek voltak, ezeket buszgarázsnak kezdték el használni, és hát rettentő szomorú volt, mert az egy nagyon fontos és érdekes, ott kezdtük a lovaglást, de aztán áttelepítettek a Pasaréti útra, és oda jártunk edzésre. És ugye én talán az is szerepel a könyvben, hogy az edzőm az hadnagy volt, amikor kikerültünk a lovardába, és alezredesként végezte. De ugyanazt csinálta végig, edző volt, csak közben szerzett egy doktori címet, elvégezte a TF-et, és egy nagyszerű ember volt. És nagyon-nagyon egyrészt értett a lovakhoz, a lovagláshoz és az emberekhez. És nagyon tudta, hogy kell azokat a gyerekeket, akik az ő kezébe kerültek, hogy kell velük, hogy kell belőlük lovast csinálni. Olyan lovast, akik azért helytálltak, olyan nagyon helytáltunk az országos bajnokságokon, ugye amikor bekerültünk az első országos bajnokságon, elindultunk, mint első, hát először életünkben, és még a lovasok nem ismertek minket, az ország szerte, akkor hát azért mindenki elcsodálkozott rajta, mert nagyon sok számot, amiben elindultunk, majdnem mindenben első, második helyezést értünk el. És ez hatalmas nagy ováció volt, és nagyon-nagyon elcsodálkozott rajta mindenki. Volt egy kedvenc lovad, amit aztán később szerettél volna meglátogatni, de aztán erre nem került sor. Igen, ez a történet is benne van ebben a könyvben. A lovak szeretete gondolom később is megmaradt, meg volt is lehetőség, ha nem is gyakran, hogy a filmben szerepelhess és lovagolhass például. Hát csak egyszer volt. Egyszer, mert mondtad, mondtad azt hiszem még egy alkalommal, csak később. A Várkonyinak mondtam, hogy miért nem menekül ez a kislány lovon, azt mondja, hogy nem jutott eszem, és akkor már csak egy már forgatási nap volt, volt, akkor már túl voltunk a menekülés, vagy az szóval a szökésen, és akkor már nem lehetett, de sajnálom, mert hát igen, nálunk nem készülnek veszternek, na. De azért volt egy alkalom, amikor tudtál. Igen, Szabó István, aki tudta, aki nekem jó barátom volt, és tudta az én, ismerte az én lovas múltamat, és úgy írta meg a szerepet a szerelmes filmben, hogy ez a lány, aki elhagyja az országot, aki diszidál, az kvázi lovon diszidál, amikor elhagyja az országot, és akkor én nem mertem kimenni nagyon sokáig a lovardába. Uh-huh. Mondjuk a fegyelmen és a koncentráción kívül nagyon sok minden mást is tanultam én ott. Azt, hogy a közösség milyen fontos, hogy a kapcsolatok milyen fontosak, az emberi, a valós kapcsolatok, nem azok a kapcsolatok, amiket az ember azért teremt, hogy neki majd előnyös helyzete legyen, itt vagy ott vagy amott, hanem a valódi emberi kapcsolatok. Ez nevetséges azt mondani, az embernek egy állattal lehet emberi kapcsolata, közeli kapcsolata, de lehet, és a többi lovassal is lehet olyan kapcsolata, amiből aztán kialakulhat egy jó versenyzői szellem, és egy jó versenyszellem. És hát ennek én az, hogy koncentrálni kellett, és fegyelmezetnek kellett lenni, és a figyelem az nagyon-nagyon fontos volt az én további életemben is, mert színészként is az egyik legfontosabb feladat az, hogy az ember hogy tud koncentrálni. Neked mindig a legjobb pillanatokban jöttek az újabb lehetőségek. Mert ugye volt egy időszak, amikor úgy érezted, hogy nem azokat a főszerepeket kapod, és nagyon sok kortárs darabban játszottál Szakonyi Tolcsurkán át, folyamatosan említhetnénk Hüst Milánit, tehát nagyon sok mindenkit megismertél a mai írók közül, ugyanúgy, mint a klasszikusokat, de volt egy olyan időszak, amikor nem voltál annyira foglalkoztatott színésznő a Vígszínházban és a Pesti Színházban, és akkor egyszer csak megjelent valaki, és
elkezdődött a karriered a gyerekek. Na most, bocsáss meg, hogy most közbevágok, ez nem így volt. Nem így volt? Nem, én a legtöbbet játszottam éppen akkor. Ja, akkor. De aztán később, ugye ez, ami átsegített, akkor mondjuk úgy, hogy akkor az, hogy te utána később rengeteget jártad az országot. Tehát ez egy kiegészítése volt a színészi pályádnak, tehát ez is ugyanaz végül is, hogy megismerted a gyerekeket, és ami nagyon izgalmas az én számomra ebből a könyvből, hogy az ember nem is gondolná ezt, hogy valaki fölmegy egy színpadon, énekel a gyerekeknek, lejön a színpadról, kész. De hogy emögött mi minden van, és mennyi tapasztalat, és mennyi gyakorlás, és mennyi olyan foglalatoskodás a gyerekekkel, hogy ez nem csak ebből áll, hogy énekelek és lemegyek, hanem az a sok válogatás a versekből, az a sok kommunikáció a gyerekekkel, a zenészekkel, a szerkesztés, a köztes szövegek, a köztes megnyilvánulások, és az a sok szeretet, ami visszaigazolódik, és utána a beszélgetés, hogy a lelkükkel törődsz, hogy leveleket kapsz tőlük, megosztják veled az életüket, hogy szinte egy ilyen anyukájuk melletti anyuka vagy a gyerekeknek, hogy ez is mennyi pluszt adhatott neked, illetve ad folyamatosan most is a közösségnek. Hát igen, szóval az érdekesség, bocsáss meg, hogy az előbb persze, a szabadba vágtam. Persze, értem, igazad van, csak, igen. Csak akkor éppen az volt az érdekes, hogy akkor én a legtöbbet játszottam, amikor ez előkerült, amikor például a Mirmurt kezdtük el forgatni Foki Ottóval, akkor nekem az olyan mellékes feladat volt, mert én akkor forgattam a Lila Ákácot és a Nápolyt látni és című film mert egy nyáron. Tehát ugyanazon a nyáron a színházban rengeteget játszottam. És akkor, és utána eltelt sok-sok év, és a Mirmurt azt még ma is ismerik, ez és nézik, van. És játsszák a televíziót. Azokat látni. A filmeket pedig már nagyon régóta, hát csak egy bizonyos korosztály emlékszik rá. Tehát ez nagyon érdekes. A másik pedig, hogy való igaz, hogy én egyáltalán nem gondoltam arra, hogy én majd gyerekeknek fogok énekelni, vagy előadni valaha, de ha hát bármilyen előadó próbálkozott már azzal, hogy gyerekek ülnek vele szemben, és olyan módon próbálkozott, hogy sikerült lekötnie a gyerekek érdeklődését, hogy a gyerekek elhallgatnak, amikor kimész egy üvöltöző terembe, és azt mondod, én vagyok, én őrült vagyok, hogy ezt felvállalom, hogy ide kimegyek, hát mi leszem, és elhallgatnak, és figyelnek rád. És látod, hogy gondolkoznak veled, vagy veled vannak, vagy valahol egész máshol, az valami fantasztikus élmény. Azt megtanulod tőlük, hogyha mégiscsak elhagyják a figyelmüket, tehát nem figyelnek többet rá, hanem valahová, akkor nem bennük van a hiba, mert eddig valamiért figyeltek, és most valamiért nem figyelnek. Tehát mindig abban van a hiba, aki megpróbál nekik valamit elmondani, és a gyerekek nem értik, és nem tudják, és ezért unatkoznak, és ezért rosszalkodnak. Ergo, nekem kell változtatnom. De ez vonatkozik ugyanúgy a pedagógiára, és persze, mindenre, minden gyerekekkel való kapcsolatra, nem csak az előadói kapcsolatokra. Itt nem lehet nem őszintének lenni a gyerekekkel szemben, nem lehet megjátszani magát az embernek. Itt őszinte érzelmeket kell átadni, és figyelni kell rájuk, és akkor ők is figyelnek te rá. Igen. Egyszer csak megjelent a Bojtolyán együttes nálad, és azt mondták, hogy az összes dalodat tudják. Igen, és tudod, akkor pont én emlékszem rá, hogy mit játszottam, a Mirandolinát, Goldoni Mirandolináját játszottam akkor, tehát annál jobb szerep, vagy nem is tudom, szóval fontos volt. És megjelentek, és aztán ez zenekarral kiállni, hát ez még eszembe se jutott, még sose csináltam. És aztán mondtam, hogy jó, majd persze, jó, csak most éppen nem érek rá, mert próbálok valamit, és esténként megjátszom, de majd gyertek vissza, addig gondolkozom, és akkor majd. És akkor legközelebb megint eljöttek, és mondtam, hű, ezek már megint itt vannak, ezek most bakuk, valamit komolyan gondolnak. És amikor harmadszor jöttek, akkor már egy szerződést, egy aláírt szerződést hoztak, hogy aláírtak egy szerződést egy művelődési házban Szentendrén, hogy mi ott fogunk egy előadást, sőt, két előadást tartani egy nap. Hát akkor nem lehetett már nem komolyan venni őket, és akkor elkezdtünk próbálni, és így született az első előadás, amitől hát
rosszul voltam, mert fogalmam nem volt róla, hogy hogy kell, mit kell, miért kell, és megijesztettek a lentről hallatszó zajok, amikről aztán kiderült, hogy mégse zajok, hanem dalok, amit velem énekelnek, de azt akkor nem tudtam, de sötét volt oda lenni, és nem láttam őket, akkor rájöttem arra, hogy ki kell világítani a nézőteret is, hogy lássam, hogy ki kell, kik a partnereim, mert ők váltak a partnereimé, nem a színész kollega, akivel egy jelenetet eljátszottam, hanem a gyerekek, akikhez beszéltem, és akik válaszoltak nekem. És hát ez így aztán is lassan-lassan láttam, hogy mi az, ami untatja őket, mi az, ami érdekli őket, és ennek megfelelően próbáltam változtatni a szerkesztésen, meg az előadás módon is. És ez lassan-lassan kialakult, és hát ez halatlanul érdekes volt nekem, mert ez mindegyik felfedezés számba ment, minden momentum, ami egy koncerten előfordulhat. És no, de eleve a költészettel egy szoros kapcsolatban voltál, hiszen volt Radnóti Ested, József Attila Ested, tehát te az, hogy aktívan részt vegyél a szerkesztésben, az egy természetes dolog volt, és hogy te Fecske Csabától Szabó T. Annán át, aki nekem nagyon jó barátnőm, és nem így csináltam velem, és itt lakik Budaörsön. Így van, pontosan, de Tóth Krisztina is, ugyanúgy csináltam vele is rádióműsort, és nagyon szeretem a verseit, és akit neked Cipő mutatott be, tehát, hogy te felfedezel magadnak, és a gyerekek számára, illetve a zeneszerzők számára, és az esteknek a részére mai magyar költőket, és ez egy óriási dolog. Hát ezt senki nem csinálja. Hát én olvasok verseket, nekem hát nagyon nagy komoly versgyűjteményem van. Gondolom küldenek is, ugye ezt olvastuk is, igen, itt, hogy mennyien igen, megkeresnek vele, igen. Meg te magad is fölkutatod őket. Igen, igen, és hát ez egy másik nagyon érdekes része, mert én lassan-lassan fel kellett, hogy fedezzem azokat a költőket, akik alkalmasak arra, a megzenésítésre egyrészt, másrészt pedig az előadásra. Mert nem mindent lehet egyformán jól előadni. És ezek között volt egy csomó olyan, akik másképp írnak verset. 19. századi verseket nem lehet jóformán. Petőfi Sándort néha-néha. De nem azokat a verseit, amiket az iskolában tanítanak. Nagy forradalmi versek. Mert a Petőfi az egy fiatal srác volt, amikor elkezdett írni. És az úgy írta, hogy a 14, 15, 16, 18 évesek gondolkoznak. És szerette a lányokat, és szerette a bort, és szeretett jókedvű lenni, és szerette a szerelmet. Szóval halatlanul érdekes, hogyha az ember megpróbál ezt végig gondolni. Na de ami a dalokat illeti, ma már egészen másképp nevelik a gyerekeket, más módszerekkel, másképpen. Még az Arany János írt egy verset arról, hogy szökött el a kislánya, aki aztán visszajött a kapuból, de nem nagyon vannak olyan versek, amelyek 19. század, 20. század elejé versek. Ráadásul jól megzenésíthetőnek kell lenni, olyanok, amit mindjárt vele tudnak énekelni, tehát egy jól felfogható szöveg. Tehát rengeteg dolog van szerintem, ami fontos ahhoz, hogy valaki mit énekel. Hát más, egészen... Ugye Vörös Sándor, hát ő teljesen alkalmas erre, nem is véletlen, hogy a legnagyobb slágereid az ugye onnan indulnak Vörös Sándortól. De már Vörös Sándor óta is változott a világ, érdekes igen, módon. Igen, igen, és ezért jó, hogy ezeket érdekes a mai kortárs költőket, és Veres igen, Miklóst, igen. És volt egy-két olyan név, akiket én se ismertem, hát akiket te fedeztél érdekes, fel. Érdekes módon valahogy közelebb kerülnek a gyerekvilághoz, de mégsem, hogy mondjam, mégsem gyerekesek. Tehát egy felnőtt számára is élvezhető és mulatságos. És hát én mindig azt keresem, hogy egy kicsit mostanában már főleg azt keresem, hogy
hát nekem vannak ilyen példaképeim, ilyen minták az életemben, hogyha ők meg tudták csinálni, akkor talán ezt dallal is meg lehetne csinálni, és hát ezen próbálkozom állandóan. Kik ezek a példaképek? Hát ki? Hát a Mici Mackó az első, ja, első számú példakép. Ja, Janikovszki Éva az a másik példakép. Lázár Ervin nagy példakép. Gyerek, mert a Lázár Ervinnek az a története, hogy hogyan lett a dömdödömből dömdödöm, miért hívják dömdödömnek, az arról szól, hogy az elidegened, a szavak elvesztik a jelentésüket. Hogy vesztik el a szavak a jelentésüket? Mert, de hát azt ki kell belőle, szóval azt meg kell érteni, azt először el kell mondani egy gyereknek, el kell magyarázni, de aztán, de ezt anélkül is érti, és anélkül is mulatságosnak tartja a gyerek, noha nem érti a legmélyebb értelmét. Tehát én arra gondolok, hogy egy versnek is olyannak kell lenni, hogy annak legyen valami mélyebb értelme is, de egy gyerek is meg tudja érteni a felszínét legalább. Tényleg mennyit változott a világ, mert nekem például a sanzonok kedvenceim voltak, amiket te énekeltél, és a könyvben is említed az Olgát. Igen. Ugye menj aludni, Olga, ugye az volt a vége. Igen. Ugye úgy emlékszem, igen, hogy az volt, és itt egy részletet olvashatunk, és az is jó, hogy a versek nagy része is, amikről beszélsz, azok itt megjelennek a kötetben, és ezek a francia sanzonok, és egyáltalán a francia imádat és szereteted, és Párizs, ez úgy gondolom, hogy azóta is végkíséri az életedet. Hát most már hosszú ideje jártam Párizsban. De azért előtte sokat. Előtte nagyon sokat, amikor tilos volt utazni, csak 3 évente lehetett, akkor minden alkalmat megragadtunk, hogy ha utazhatunk, akkor oda mehessünk. De hát akkor úgy nézett ki, hogy Párizs a kultúra fővárosa. Ugye hát a 20. század elején, amikor a magyar festők, amikor Adi, sőt, hát Bartók is megpróbálta kevésbé sikeresen eleinte felfedezni Párizst, de Bartók meg a magyar nyolcak, a magyar vadak, akik kijártak és megpróbálták azt a festészetet, azt a kultúrát megtanulni, és sőt, nagyon sok mindennek ők voltak a kezdeményezői később. Ez nagyon izgatott minket, és izgatott az, hogy József Attila is még kiáll, hogyha tudta, akkor Kassák Lajos gyalog ment Párizsba, gyalog. Mert nem volt pénze arra, hogy megfizesse az úti költséget. És hamar haza is jött, mert persze gyalog menni Párizsba, az kicsit hosszú út, és ott meg aztán ennie se volt mit, tehát nem is értette, hogy Adinak mi tetszett ezen a Párizsba. De hát mi is megkerestünk minden módot arra, hogy kijuthassunk abba a városba, ami a 20. század elején ilyen nagyon nagy forradalmat csinált a művészetekben. És aztán még a mi időkben is voltak, még a filmben is csinált forradalmat Párizs. És aztán lassan-lassan úgy változott a világ, és minden áttevődött, minden súlypont mindenhová a világ többi pontjára, és érdekes módon, hát most nem azért nem jártam Párizsban, mert onnan eltevődött egy kicsit az a súlypont, ami régen volt, hanem hát így hozta az élet. És a sanzonok, a francia sanzonok, azokkal is már rég foglalkoztam. Én nagyon-nagyon szerettem, amikor ezeket énekelt, és annyira jó, hogy ezek a televízió felvételek megvannak, és ugye mostanában azért van ez az M3-as csatorna, igen, és nagyon sok dolgot elővesznek. Hát ezeket lehet látni, bizony, úgyhogy én ezeknek borzasztóan örülök. De hát közben ugye alakult a család életed is, hiszen amit említettük, ugye 50 éve Rózsa János film rendezővel élsz együtt, és a fiat kint él Amerikában. Mit csinál ő? Nem él ő kint Amerikában? Mit csinál ő Amerikában? Hát neki ott nem csinál semmit. De akkor hanem, mi az, hogy ott kint voltak, és aztán visszajöttek? Hát az volt, hogy ő itt dolgozott egy cégnél, amelyiknek volt egy partner cége a világ sok országában, többek között Amerikában is, és Amerikában meghívták egy projektre. És ott ő megcsinált egy projektet, és ott úgy tetszett az amerikai partnercégnek, hogy azt mondta, hogy jöjjön át hozzájuk, szerződjön le náluk. És mondta, hogy hát nem, ő nem szeretne. És ezt éveken keresztül hívták, és éveken keresztül nem ment, és volt egy pillanat, amikor azt mondta, hogy jó.
És akkor elment ehhez az amerikai céghez, és ez közel 4 évig tartott ez a szerződés. Ott született a 2 kisebbik unokám. Az első az még itthon, és a 2 kisebbik... Félix Sámuel még itthon. Igen, ez érdekes, hogy írtátok a könyvben, hogy olyan nevet szerettek volna, amit külföldön is amit könnyedén megértenek, és le lehet leírni, és kiejteni. És a következő gyermek, ugye van a Leo, ő a legkisebb. A Leo a legkisebb, és a középső az Maximilian Maxi. Hát igen. Szóval ő közel 4 évet volt Amerikában, és dolgozott egy cégnél, és akarták is, hogy ott maradjon. De azt mondta nekem az én kisfiam, hogy ő itthon, itt van itthon, és hazajött. Hát pont rosszkor jött haza, mert akkor kezdődött a recesszió, de hát azóta ő itthon van. Ő eredetileg az ELTE-n végzett vegyész, és utána elvégzett egy posztgraduális, nem tudom micsodát, egy posztgraduális diplomát kapott, ami viszont közgazdász lett, de ezt a diplomát ezt Amerikában kapta, mert egy olyan 2 éves posztgraduális iskolába került, ahol Amerikába került, volt, aki Spanyolországban, ahol ebből voltak jobb egyetemi fakultások, oda vitték ezeket a gyerekeket. Ez egy nemzetközi posztgraduális iskola volt. Milyen egyetem. Nagymamának érzed magad? Mert ugye neked egy fiad volt, te magad is egyke vagy, ugye férjed is egyke volt, de én magam is egyébként egyke vagyok, tehát egyszerűen csak ott van 3 tizenéves, meg most ugye hány évtől hány évig vannak, te 11-12 éves. 11 a legnagyobb, és 8 lesz most 22-én a legkisebb. És van közte egy 10 éves lesz áprilisban. Nagyon kevés, igen. Kicsi a korkülönbség, igen, tehát végül igen. Is ez neki gondolom nagyon jó, de hogy mit érzékelnek a nagymamából, hogy a nagymama mennyire híres színművésznő. Azt nem tudja. És hogy a nagymama, de az, hogy énekel, hogy szerepel, hát vagy a gyerekeknek igen. Mit nyújt. Az se igazán érzékel. Akkor te, amikor mesélsz nekik, és énekelsz nekik, tehát ez a tapasztalat, ez a sok tapasztalat, amit szereztél az évtizedek alatt a többi sok-sok-sok-száz-sok-ezer-sok-tízezer-százezer gyerekkel, hogy ezt hogy tudod átadni a saját unokáidnak? Hát nézd, az igazság, hogy ők egy szóval iskolába járnak már, és olyan mennyiségű tanulnivalót kapnak, hogy mire eljön az este, akkor én vagy színházban, vagy a színházban vagyok, vagy pedig olyan fáradtak, hogy belezuhannak az ágyba, és már nem kell nekik semmi, csak oltsák el a villanyt, és hagyják őket aludni. Ez tény, szóval őrület. Ráadásul az én unokáim azok egy nemzetiségi, német nemzetiségi iskolába járnak, ami azt jelenti, hogy nem egy nyelviskola, tehát nem egy nyelvre szabott iskola, de mégis nyelvre szabott, mert ez nálunk a körzeti iskola. És hát a fél tantárgyat, a tantárgyak felét németül tanítják. Igen. Tehát a német is ott van még pluszban, amit állandóan tanulni kell. De hát azért csak szoktál nekik régebben, talán nem hát most, szoktam. Amikor kisebbek voltak mesélni, vagy énekelni. Volt, van a kedvenc daluk, van-e olyan, ami csak hozzájuk fűződik? Hát nézd, most a legutóbbi lemezemre írtunk egy dalt, illetve a Pródi írt egy dalt, az én ötletemre, vagy az én kérésemre, mert ugye minden családban úgy van, ahol 3 gyerek van, hogy a legnagyobb az milyen okos, az jaj, de, és hát már milyen nagy, és hát jaj, de fantasztikus. A legkisebbek aranyos, nézd már, ezt is tudja, meg azt is tudja. Csak ott van a középsőről elfelejtkeznek. És hát a középsőről írtunk egy, én éneklek, illetve van egy dal, aminek az a cím, hogy a középső fiú, amit a Pródi végül úgy írt meg, hogy a középső fiúra nem figyel, egy mese formájában, hát nagyon boldog tőle, minden nap meg is hallgatja. Középső fiúra nem figyel a szép király leány, pedig lehet, hogy a legjobb választás ő lenne talán, és a végén észhez tér a szép király leány, és végül is ő lesz a legjobb király. A középső fiúból lesz a legjobb király.
Hát a szerepeket természetesen mindet nem tudjuk felsorolni, de itt a könyvben nagyon sokat felidézel, és a hozzájuk tartozó történeteket, anekdotákat is, de beszéljünk mindig a legújabbról, hiszen, hogy miben lehet téged megtekinteni. Neked van most Polc Allen asszony a fronton című könyvéből egy dramatizált változat, okay. ami a Víg Színház házi okay. színpadán van. Egy kicsit beszéljünk erről, mert hogy ebben most téged láthatnak. Hát én speciál nagyon szerettem azt az előadást, egy nagyon, nagyon, úgy mondjam, ez egy nehéz téma, több tekintetben is nehéz téma, mert arról szól, hogy nem könnyű a házasság, és, de nem könnyű a háború sem. És én ezt öt másik kollégával és egy nagyszerű zenésszel, egy nagyszerű, hogy is mondjam, most végez a jazz tanszakon fiatal hölgyel játszom. Mindannyian benne vagyunk a produkcióban, ami hát azt jelenti, hogy ez nem egy monodráma. Úgy is kezdjük az előadást, és próbáltuk megkeresni, ugyanis minden tragédiának, minden bajnak van akkor érdekes, és akkor minden életben van valami mulatságos, amitől az ember, ha rossz helyzetbe kerül, akkor is tudja, hogy szóval akkor támad furcsa módon néha a legnagyobb nevethetnék-e. Igen. Tehát vannak olyan helyzetek, amik tragikusak, de az embernek mégis akkor jutnak eszébe a legmulatságosabb gondolatok, és mi próbáltuk ebben megkeresni azokat a pillanatokat, amelyek hát azért átvezetnek ennek a tragédiának, ezeknek a tragikus helyzeteknek a sötét változatán. És egy nagyon szép, jó előadás kerekedett belőle, én azt gondolom. Itt olvastam a könyvben, hogy a Csákvári szanatórium, nekünk igen. ott van egy kis vályokházunk Csákváron, és igen. én nagyon sokat sétáltam ott a szanatóriumban, és ezt nem is tudtam, hogy ez itt történt, amikor volt ez a tragédia, ami történt vele, hogy az orosz katona megerőszakolta, de... Orosz katona? Hát, egy egész hadsereg. Egy egész hadsereg, ugye, ami gondolom, hát egy olyan trauma, egy olyan dolog volt, amiből aztán született a regény, és hál' Istennek született belőle egy jó előadás is, és hogy elmentek az ottani munkatársak megnézni a szanatórium munkatársai. Nem is munkatársak, ottani lakók. Lakók? Ezek, igen, ott, akik ott laknak, akiknek ez sokat jelentett, ez uh-huh. ennek uh-huh. a könyvnek a megjelenése is. Uh-huh. Ez Csákváron én nem jártam ott. De ott van egy Eszterházi kastély. Igen, igen, abban van most a szanatórium. Tehát igen, abban igen, van, igen, abban van. Szóval ebben az Eszterházi kastélyban volt a Polc Allen első férjének az édesanyja kulcsár. Uh-huh. És azt gondolták, amikor ezek kolozsváriak voltak a Polc Allenék, és azt gondolták, hogy Kolozsvárról el kell menni, mert jön a front kelet felől, és el kell menni nyugat felé, és ott a kulcsára az Eszterházi kastélyban az anyós, a mama, és ott kell átvészelni a háborút, mert ott biztos nagyobb biztonságban lesznek. Ellenben Kolozsvár egyetlen napig volt tűz alatt, uh-huh. és Csákváron pedig állandó olyan hadszíntérré vált, hogy oda-vissza, nem tudom, hogy hívják ezt pontosan, de egy olyan front volt, amit elmentek a németek, elűzték őket az oroszok, majd visszajöttek, mert ők visszajöttek a németek, aztán megint, és megint, és ez hónapokig tartott. Filmben, igen, és ez hónapokig tartott, és lehetetlen igen. helyzeteket hozott létre. És ez a szerencsétlen nő, ez ide került, ebbe a helyzetbe, ahelyett, hogy ott maradt volna Kolozsvárot. Ahol nem volt semmi. És hát tulajdonképpen az első házasságáról, mert a férjet is elvitték innen, az első házasságáról erről a háborús, a hadszíntérben való létéről szól ez a könyv és a mi előadásunk is, de ugyanakkor
hát azt is tudni kell hozzá, hogy ő egy fantasztikus pszichológus lett utána. Orvos szeretett volna lenni, de beteg lett, és a betegsége miatt nem lehetett, ne, azt mondták, eltanácsolták, egészségügyileg eltanácsolták az orvosi szakmát, tehát nem lehetett orvos, és pszichológus lett, és fantasztikus pszichológusi, és még egyszer férjhez ment Mészöly Miklós, a Mészöly Miklós nevű íróhoz, akivel hát haláláig élt, és ő volt az, aki megteremtette, illetve hát ő volt a, hogy is mondjam, az eszmei megteremtője a hospice alapítványnak. És hát végül is egy nagy életművet hagyott maga után, és az ember nem gondolná, hogy egy ilyen, az élete ilyen nehezen indult élet után valaki képes így felépíteni a saját életét, hogy ezt hagyja maga után, ami utána marad, mert nagyon sokan most is az ő módszere szerint dolgoznak. Én nagyon köszönöm neked, hogy ennyi mindent megosztottál most velünk. Itt előtted vannak különböző kis cédulák, és tedd meg, hogy akár egyenként, akár egybe 5 darabot kihúzol, és amik azon rajta vannak, arról egy kicsit beszélgessünk. Utazás. Hát Párizs már említettük, de hogy egyáltalán mit jelent a számodra? Mennyire töltődsz fel férjeddel, mennyire szeretsz menni színházzal? Hol jártál? Hát én nagyon szeretek utazni. Életemben 2 meghatározó út volt talán. Oda, ahová én minden évben nagyon szeretek elmenni, és ahová majdnem minden évben elmegyünk. Olaszország. Az Olaszország, és főleg annak is a Toszkána és Umbria része, mert ott az ember még a bokorban is talál valami értéket, valami olyan képzőművészeti értéket, amit én mindig nagyon szívesen nézek. De most túl azon, hogy Olaszországba szeretek menni, és hát ott minden évben különböző tartományokat jártunk be, és így született aztán a végeredmény, hogy ez a Umbria, Toszkána, ez maradt az állandó menetelnek a helyszíne. Azon kívül volt 2 olyan utam, ami hát egyszerűen fantasztikus élmény volt számomra. A férjem egyszer egy évet tanított Washingtonban, az American University-nek hívták az egyetemet, ahol tanított, és elvitte a fiamat is, akkor a fiam 13 éves volt, és 13-ról 14-re járt ott iskolába, azért tud angolul. És elvitte a fiamat is, hogy legalább az alatt az egy év alatt ő is megtanuljon angolul, amíg ő az egyetemen tanít. És az utolsó 3 hónapban, április közepén elengedett engem a Vígszínház, és május, június, július, augusztus 4 hónapot voltam ott. Nagyon gyönyörű. És amikor vége lett az iskola szezonnak, akkor kaptunk kölcsön egy ottani újságírótól egy már eléggé lerombolódott Station Wagon, ez egy hatalmas nagy autó, ahová miután a férjem feladta az összes holmit, amit haza akart küldeni az egy éves kintartózkodás után, még szükségünk volt az ott töltendő hónapokban, még szükség, 2 hónapban még szükségünk volt rá, azt bepakoltuk ebbe a nagy autóba, és beültünk egy kocsiba. És 32 államon keresztül mentünk, és körbejártuk Amerikát. Szóval azt, ha valaki azt mondja, hogy voltam New Yorkban, San Franciscóban, Los Angelesben, az nem az Amerika. Semmi ehhez képest, Amerika. Igen, az nem Amerika. Azok egy-egy város, de az, hogy a vidéki Amerikát meglátni, és nagyjából úgy benyomást kapni róla, hogy az mi és milyen, az valami egészen fantasztikus élmény volt. Voltunk az indián rezervátumokban, voltunk, a férjemet meghívták 10 napra a Sundance-be, az hát az egy most látod? Én a Redwood-okra emlékszem, amikor kint voltam. Hát tehát ott gyönyörű. Is voltunk, az összes National parkokba elmentünk. Igen, nemzetközi parkok. És még voltunk néhány egyetemen is, mert ahogy mentünk, még útközben megálltunk. Berkeleyben is voltam, igen. Berkeleyben is voltunk. Nagyon szép egyetemi voltunk város. Voltunk azon, igen. A Napa Valley-n is, ahol a jó borokteremnek állítólag, és utána átmentünk egy pillanatra Kanadába, Torontóba, és utána lejöttünk újra Washingtonba. Szóval egy hatalmas út volt, 8 hétig tartott,
és igazából nagyon-nagyon sok mindent megismertünk, és megtaláltunk, és megláttunk. Ez az egyik fantasztikus utazásom. A másik pedig, hogy egyszer voltam, volt egy Jeruzsálem filmfesztivál, ott is, mint feleség voltam, mert a férjemet hívták oda meg valamilyen filmje kapcsán, vagy már a film következő évben, zsűriben, már nem emlékszem pontosan, de én, meg a fiam is, mint családtagok mentünk. És hát ott mindenfélét megmutattak nekünk, és mindenhova elvittek minket. És hát az, hogy elkerülsz egy városba, ahol hát négy részre volt osztva tulajdonképpen Jeruzsálem, volt a zsidó rész, a keresztény rész, az arab rész, és a sose gondoltam volna, alig hittem a fülemnek, az örmény rész. Mert Örményország volt az első, ahol a kereszténység állami, az első keresztény állam az Örményország volt. És hát az őrület volt, hogy három világvallás ugyanahoz a kőhöz köt bizonyos eseményeket, számára igen fontos eseményeket, hogy elkerülsz olyan helyekre, ahol nem hiszed, és amikor már elmentünk, ahol azt mondták, egy gótikus épületben van, és a Dávid király sírja valahol ott van, és azt mondták, hogy itt volt az utolsó vacsora, azt mondtam, hogy nem hiszem. Szóval egészen fantasztikus, az egy nagyon nagy élmény volt, úgyhogy és hát kíváncsi voltam arra is, hogy csináltak a sivatagból élő helyet, és azokra a történelmi események hol zajlottak, meg hogy milyen az a só, ami a holdtenger, a holdtenger sója, és tényleg ott mész, szóval ott nincs mese, ott nem tudsz elsüllyedni. Hihetetlen, szóval nagyon nagy élmény volt, és megnéztük ott az összes lehető megnézni valót, és meg is mutatták nekünk, és hát nekem ez nagyon nagy élmény. Ez a két út volt, ami meghatározó élmény volt nekem, mert nem hittem a szememnek sem. Akkor húzd a következő cédulát. Egészség. Hát egészség, kérlek szépen. Hát az ember, hogyha túlesik bizonyos betegségeken, vagy megtörténnek vele ez, vagy az, vagy amaz, akkor... Akkor értékeli. Akkor tudja, hogy jobban. Az a legfontosabb a világon. Kész. Hogyha az egészség nem működik, hogyha az a baj van, akkor mindennel baj van. És akkor mennyi minden veszik el a lehetőségek közül, amelyek meglennének, hogyha egészséges lennél. Tehát erről nem is érdemes. Igen, de te most hál' Istennek egészséges vagy. Remélem, ezt tudod, én már nem merem azt mondani, hogy egészséges, csak azt, hogy remélem. Túl mert vagy egy komoly betegségem, a hosszú-hosszú évek óta. Hát igen, de nem egy betegségem vagyok túl. Igen, több betegségem vagyok túl. A májaddal is volt. Igen. És az ugyanakkor volt, igen. És az a kettő, ahogy úgy összetalálkozott, az a májbetegség, az minimum olyan mint a daganat, igen, olyan nehéz volt. Úgyhogy most csak... De gyógyultnak nyilvánítottak, nem? Igen, most igen. Csak mindig azt gondolom, hogy az egyik hogy mondják ez a check-up, amikor az egyik vizsgálattól a másikig a kötelező vizsgálatok, hogy átmál, kontroll. Hogyha átmész az egyik kontrolltól a másikig, addig szabad vagyok, és addig úgy gondolom, hogy egészséges, hogy ez a következő kontrollra meg így megyek, mindig, hogy jaj Istenem, ezek csak nehogy felfedezik. De először csak pár hónap, fél év múlva, egy év múlva, aztán több év múlva kell csak menni a kontrollvizsgálatokra. Igen. De hát az látszik is, a te teherbíró képességeden és a külső és a harmóniádon és a szépségeden, hogy te egészséges vagy. Akkor húzzuk a következőt. Őszinteség. Hát erre viszonylag korán rájöttem, hogy nem megy nekem jól a hazudozás, mert mindig elfelejtettem, hogy mit is mondtam. Ez még gyerekkori emlék. És mindig elfelejtettem, hogy mit mondtak, és mindig rájöttek arra, hogyha nem mondtam igazat. És akkor egy idő után azt mondtam, hogy nem érdemes. És a pályádon mennyire fontos? Hát, ez persze csak egy ilyen álságos kérdés, igen, mert persze, nem, fontos, nem, de... Nem, fontos lenne. De annyi minden kérdést tesz fel magának az ember, hogy érdemes-e, hogy szabad-e,
hogy jót teszel-e vele, hogy segítesz-e vele, vagy kárt okozol. Uh-huh. Hogy nem tudod, ugyanis, hogyha kész van egy, többnyire akkor nézzük meg egymást, amikor túl van már a bemutatón. Hogy a legszűk élemények ennek. Igen. És amikor túl van már a bemutatón, akkor már 70 beszélgetésen és próbán, és nem tudom én mi a csodán túl van, és ezt sikerült létrehozni. Lehet, hogy az ő hibájából és az ő kevés tehetségéből, de lehet, hogy a többiek, lehet, hogy a helyzet hozta így, lehet, hogy az, aki vezette a próbákat, az nem volt elég felkészült, lehet, hogy nem neki való az, amit játszik, valami miatt ő nem tudott rátalálni, lehet, hogy nem jól mondták el neki, amit szerettek volna tőle kérni. Annyi befolyásoló tényező van, hogy olyankor az ember 70-szer meggondolja. Hogy megmondja a valódi véleményét. Hogy megmondja a valódi véleményét. És amikor lemegy esetleg már valami, akkor esetleg el lehet mondani, hogy tudod, akkor azt gondoltam, csak nem mertem neked megmondani, mert nem akartam. Mert utána még neki 70, nem tudom hányszor el kell játszania. Tehát ez nagyon, nagyon kényes dolog. És lehet, hogy jobban tenném, hogyha megmondanám, hogyha vannak olyan részei ennek, amit meg lehet mondani, mert látom, hogy ő ugyanazt csinálja megint, amit már 70-szer csinált. Hogy te ezt, ha lehet, ezt hagyd el, mert ezt már láttuk. Ezt ne csinálj, próbáld valahogy másképp kifejezni ugyanazt, amit ki akarsz fejezni. Főnök beosztott közötti őszinteség. Hát az többnyire azzal jár, hogy az embert kirúgják, a színészt kirúgják, hogyha őszinte igazán. Uh-huh. Ott a főnökök, azok többnyire azt szokták mondani, hogy itt az én felelősségem minden, uh-huh. és csináld úgy, ahogy én gondolom, mert én tudom, hogy kell. És az a főnök, ha jó, akkor megosztja veled azt, ami a problémája. És hogy ő így gondolja, és azért gondolja így, mert vagy nem tart rá érdemesnek, vagy fárasztja, vagy nem akarja, egyszerűen csak nem akarja. Tehát ez, én láttam ilyen kollégát, aki megmondta, és már nincs ott a színháznál. Na, akkor húzunk egy újabb cédulát. Költészet. Én jó cédulákat Na, írtam. Na, hát tényleg, pedig rengeteg nagyobb fogalom is van ott. Hát mondjuk erről nagyjából beszéltünk is, de hogy a mai napság van-e időd arra, hogy nem csak a dalok miatt, hanem hogy egyáltalán, hogy önálló estet tarts, vagy egy újabbra készülj, vagy olvasni verseket. Az, hogy igen, verset igen, mond igen, az igen, ember, igen. azt nem nagyon szeretik ma már. Uh-huh. Ha, az baj. Ugyanaz, amit régen csináltunk, azt ma már nem nagyon nézik. Uh-huh. Az nem nagyon érdekli az embereket, tehát másképp kell eladni, formát kell változtatni, sok minden nem formát kell változtatni, mert annyi minden változott, hogy bizonyos dolgokra nincs türelmük az embereknek, és bizonyos dolgokra azt mondják, hogy nem érdekli őket, és nem akarják tudni, nem akarják hallani. Hát pedig egy Radnóti este, tehát ez egy örökérvényű az ő persze, gondolatai, persze. meg a József Attila este is. Lehet, hogy más burokba kell tenni, tényleg, ahogy te mondod, vagy más a körítés hozzá. Olvasol manapság is verseket? Igen, persze, uh-huh. persze, abszolút olvasok. Még újságban is, hogyha megjelenik egy-egy vers, azt is nem tudom megállni, hogy ne olvassam el. De a kortárs költészet az nem könnyű. Mert én nem szeretem, ha a költészet az, hogy is mondjam, szóval... Öncélú. Nem is öncélú, túlságosan szűk körre szorítja azt, amiről beszél. És sok minden, én sok verset olvasok, tehát kéne, hogy értsem, és mégse értem, akkor ott valami baj van. Mert akkor kiért, hülyese vagyok, úgy gondolom, de ha mégse értem, akkor valami baj van ott, nem tudom, nem, legalábbis számomra nem stimmel valami. De azért mégiscsak vannak ma jó költők, tehát Laszkri János például. Persze, hát persze. De is énekelsz meg zenített verseket, előbb említettük, ugye Szabó T. Annát, nagyon persze, sok színű, nagyon nagy remek verseket. Remek verseket. És gyönyörűeket. Szóval. Így van, tehát vannak költőnők, hál' Istennek jó néhányan újabban.
Tehát azért ez nem halt ki a költészet, nem, hála a jó Istennek, nem, mert nekem is a mániám és a mindenem a versmondás is, meg maga a vers. Nem, de azért azt is meg kell mondjam neked, hogyha valaki hajlandó rá és előveszi a Petőfi Sanyit, az egy élvezet. Mm-hmm. Azt komolyan mondom, az egy élvezet. Hajlandó végiglapozni, az élvezet. Szóval megismerkedsz egy korral, egy, hogy is mondjam, a kornak egy korosztályával, a korosztály, hogy is mondjam, az évek változásával, az érdeklődéssel, és hogy mit jelent? Hát furcsa verseket is írt a Petőfi, ezt komolyan mondom. Majd akkor lesz boldogság Magyarországon, hogyha az osztrák nem lesz egy darab se. És annak valami oka volt akkor, tudod, szóval... Azért... Hát egy bátesz volt, az biztos, és rengeteg dologról írt, és nagyon könnyedén, tehát könnyen befogadható módon, és közben mégis nagyon komoly gondolatokat fogalmazott meg. Érdekes módon. A rövid élete alatt egy egész életet átélt végül. Találkoztam egy Herskovics nevezetű pasassal, már nem él, Bostonban. Uh-huh. Az a Herskovics, az egy szovjet diszidens volt, aki oda diszidált Amerikába, és itt sok mindenkit ismert Magyarországon, és sok barátja volt az én szakmámból is, és a költők és filmrendezők közül, írók és filmrendezők közül is, mert lehet, hogy pont Pécset tette le őt a szovjet hadsereg, és ott maradt. Ott hagyták őt egy évig, két évig, nem tudom meddig, de megtanult magyarul, és ő fordította Petőfit. És ez nekem olyan furcsa volt, hogy Bostonban találkozom azzal a Herskovics, szovjet orosz Herskovics, aki Petőfit fordított oroszra. És aki egyébként, szóval nagyon érdekes volt, mert, és aki annyi mindenkit ismer, a Harvardon tanított. És azt mondta, hogy neki az volt a legérdekesebb, amikor kijött Amerikába, hogy a eredeti köteteket, Puskin köteteket, az első kiadású Puskin köteteket a könyvtárban levehette, a kezébe vehette a bolt. Tehát nem mondták azt, hogy hanem a kezébe vehette. Biztos nagyon érzékenyen és izgalmasan fordította őket. Jöhet a következő, azt hiszem az utolsó, igaz? Már az ötödiknél tartunk. Gasztronómia. Na látod, semmi negatívat nem hoztál. Igen. Hát igen. Én nagyon szeretek főzni, ha nem kötelező. Uh-huh. De mostanában fogyok kötelező. Nem, hát tudod, amikor... Van egy kedvenc süteményed, erről írsz is. Hát csak olyan, amit én tudok, mert én nem tudok sütni, nem tudok főzni, tudok, de sütni nem tudok. Van egy-két olyan recept, amit rendszeresen csinálok, mert azt, ha jó, akkor, de az unokáimnak nem tudom megmagyarázni, hogy meg kóstolják meg. Mert nem esznek gyümölcsöt, ugye azt olvastam, nem is akartam elhinni, többször elolvastam. Se zöldséget, se gyümölcs. Nem esznek zöldséget. Semmi. De nem allergiásak, hanem nem, csak egyszerűen. Meg se kóstolják. Meg se kóstolják. De azért, ha valahogy valami megylevest itt összetudni szóltál, megcsinál. És megcsináltad nekünk megy nélküli megylevest. Mindent kitalál nekem, hogy megy nélküli megylevest, mert turmix szóval nem látszik benne a megy. Igen, mindent kitalál az ember, de hát ezt nem tudom, tészta, édesség, ez megy. Pizza, az még nálunk megy a gyerekeknél. De hát gondolom, és a rántott hús, az is. Rántott hús, pizza, édesség, és olyan tészták, amiket nem tudom, ilyen, nem tudom, valami öntettem. Valami szósz, igen, valami szósz van. Igen, azt még megeszik. Rendszeresen főzöl otthon? Hát van nekem egy Juliska nevű segítségem, aki segít nekem most már elég hosszú ideje, és most már tudjuk egymás ízlését, ő tudja, hogy én hogy szeretem, ő is úgy szereti most már, ahogy én, de hát neki is ugyanaz, azokra kell vigyázni, amire neki, és hát ha nincs időm, akkor a Juliska is meg tudja csinálni, de együtt szoktunk többnyire, mert kétszer jön a Juliska nekem egy héten, és akkor megcsináljuk az 3 napra, aztán 4 napra,
és hogyha én nem érek rá, akkor a Juliska egyedül is meg tudja már csinálni. De ő úgy került hozzánk, hogy az édesapám nagyon beteg volt, nem vett be gyógyszert, nem vett be, nem tudom, szóval halála előtt a Juliska oda költözött apámhoz, és 4 hónapig lakott vele, vagy 5 hónapig, amíg meg nem halt az édesapám. És akkor te örökölted Juliskát. És akkor én gondoltam, hogy szegény Juliskát ott most hova fog menni, mert hogy ő Erdélyből jött, és laknia sem volt hol. És egy darabig ott lakott az apukám lakásában, és aztán elköltözött, és akkor jött hozzám minden, szóval takarított, és mindent csinált, de aztán megfájdult a lába, megfájdult a keze, ez fáj, itt fáj, ott fáj, úgyhogy most már csak főzni. De néha még vasalni is segít, mert azt is szokott. Hát kell is a segítség, persze feltétlen. Én nagyon köszönöm, hogy egy ilyen közvetlenül tudtunk beszélgetni rólad, életedről, a könyvről, a könyv kapcsán egyéb dolgokról. Mert kedves nézőink, a színészírók, író-színészek mai vendége Halász Judit, vagy ahogy az egész ország ismeri, Halász Judka színművésznő volt. Elköszön a szerkesztőműsorvezető, Linka Ágnes.